szememre rátolom-e egy szlogent, amit majd meg fogunk hirdetni, Észak-Magyarországon találták ki, az egyik kitalálója itt is van, sajnos nem én voltam. Én általában borzasztan irigylek, hogy nem én találtam ki, mert ez egy nagyon jó szlogen. Kármentárát lenne, és a Nemzetközi Rákkeverdes Uniónak az új felajánlott tévhiteit fog megismertetni, hiszen tavaly meghirdetett az Unió négy tévhitet, most megint meghirdetett újabb tévhiteket. A tavalyi tévhitek, amikről beszéltünk, hogy a rák nem, hogy a rák kizárólag egészségügyi, nem igaz. A rák elsősorban az idősek és a gazdag országok lakóinak betegség. Nem igaz. A rák diagnózis egyértelmű halálos ítélet, nem igaz. És hogy a rák elkerülhetetlen sorscsapás, nem igaz. Talán ezekről beszéltünk, és itt az utolsó előadás, vagy prezentáció egy debreceni iskolai vetélkedő döntője, amikor általános iskolás gyerekek ezekről a négy tévhitekről tartottak nagyon jó pofa kis előadást, meghívtam őket. Viszont most újabb tévhiteket hirdetett meg a Nemzetközi Rákellenes Unió. Ezek, hogy nem kell beszélni a rákról, a ráknak nincsenek speciális tünetei és jelei, én semmit sem tettek a rák ellen, és nincs jogom a rák ellenes ellátásra. Ez általában a világon előforduló tévhitek, Magyarországon is nagyon gyakran előfordulnak ezek a tévhitek, tehát ezek ellen kell valamit tenni. Hát nézzük az elsőt. Nem szükséges beszélnünk a rákról, nem igaz. Nem igaz. A rák össztársadalmi probléma, tehát nem csak az egyes betegeknek a gondja, hanem az egész társadalomnak. Nem szükséges, hogy olyan teher legyen mind az egyénre, mind a társadalomra, mint ahogy értékli, és ha nem beszélünk róla, akkor baj van. Beszélnünk kell arról, hogy a rák együtt él az emberiséggel, de nem szükséges, hogy idő előtt vigyen el sok ember. Magyarországon egy évben körülbelül 30 ezer ember hal meg rákba, és ennek a 25%-a az 65 éves nél fiatalabb. Ezek túlnyomó többsége nem biztos, hogy meg kell, hogy halljanak. Ha nem beszélünk a rák elkerülésének lehetőségeiről, a korai felismerés módjairól és a gyógyítás eredményeiről, tehát erről a háromról, megelőzés, felismerés, gyógyítás, akkor a lakosság tudatlan lesz, és nem fogja igényelni és követni sem a megelőzést és az időben felismerés és a gyógyítás szabályait. Ezen a téren nekünk bizony van sok terület. Beszélnünk kell minél többet a rákról, a lehetőségekről, egyéni és társadalmi felelősségről, hogy háttérbe szorítsuk és redukáljuk az idő előtti veszteséget és a szenvedésteli fájdalmas búcsút. Ez volt az első tévhit, amit meghirdettek. A második, nincsenek jelei és tüneteinek a ráknak. Tehát ez megint nem igaz. Nem igaz, vannak gyanújelek, vannak tünetek, ezeket kommunikálni kell, hogy mindenki észlelje, és keresse, és ellenőriztesse őket. Az egyik munkatársunk csinált egy ilyen gyönyörű táblázatot, ilyen bötükkel, 8 gyanújelet szokott a nemzetközi irodat mondani. Az egyik a fogyás indokolatlanul, a másik a nyelési nehézség, duzzanat a mellben vagy más testrészen, semmi spekély, ami nem gyógyul, anyajelyen szemben csodálható változások, szétlettel, vizelettel kapcsolatos változások, köhög és rekedtség, ami nem múlik, vérzés szokatlan módon, áradékfolyás. Ezek gyanújelek, ezekkel jó orvoshoz fordulunk. A másik az önellenőrzés és önvizsgálat. Tudod, hogy mi magunk is kezünkben tarthatjuk az egészségünket. A hölgyek 45 év alatt egyértelműen a kezünkben tarthatják azt, hogy fölismerjék a mellrákot önvizsgálattal, de a here önvizsgálat az uroknál sem közömbös. Fiatalkori hererákot is önvizsgálattal ki lehet mutatni, ha valamit tapintunk, menjünk orvoshoz,
tudva azt, hogy nem minden bobó rák, de minden rák bobó. Nagyon fontos a szájüregén vizsgálat, hogy nézzünk be a szakba, nem látunk el valamit. A következő, hogy 50 év felett nem által megvizsgáltatjuk magunkat rendszeresen, hogy nincsen valami, ami elég volt. A harmadik tétfit, hogy semmit sem tehetek a rák ellen, ez nem igaz. Az Európai Rákellenes Unió újra átfogalmazta az Európai Rákellenes Kódexet. Ezt kiosztottuk mindenkinek, ez a kis kék könyvjelző. Ennek az egyik oldala, majd mindjárt megnézzük, ha ezeket a szabályokat be kell tartani. Nem tudom, hogy látható-e. Az egyik oldalán a könyvjelzőnek a megelőzése szabályai vannak. Ne dohányozz, mozogj sokat, ne hízzál el, egyél több gyümölcsöt, zöldséget, kevesebb ihez, kevesebb alkoholt így láttam, ez fontos, a mérték nem a vödör, óvakodjuk a leégésről, akár napozástól, akár szoláriumból, ismerd és kerüld a rák okozó anyagokat, és igényeld azokat a védőoltásokat, amik védenek a rákok ellen. Nagyon fontos. Ezek a megelőzés szabályai. A másik oldalon vannak a korai felismerés szabályai. Azt mondja, hogy 25-60 éves nők 3 évente vegyenek részt nőgyógyászati rendszerésre. Ezen mindenképpen javítani kell, mert 100 behívott közben nem megyek 10 se. Jó lenne több. A 45-65 éves hölgyek vegyenek részt mammográfiás szűrésre, az 50 és 70 év közöttiek pedig hamarabb elérhető lesz, vegyenek részt vastagbőrrák szűrésre, az 50 év felettiek, azok férfiak, azok vigyázzanak a prosztatájukra, és általában 50 év felett nem árt egy rendszeres szűrővizsgálaton részt venni. Ezek a korai felismerés szabályai. Tehát, ha ezeket betartjuk, akkor bizony sokat tehetünk. A negyedik tétig nincs jól a rákellenes ellátásra. Ez nagyon nagy butaság, mert mindenkinek alapvető joga a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Hozzájusson, ez megvan Magyarországon is, de ezt meghirdetni nem elég. A jog deklarálása nem elég, a korszerű rákgyógyításhoz a jog mellé a lehetőségeket is meg kell teremteni. Magyarországon a lehetőségek adva vannak, de a kapacitások azok szükségek. Tehát megvan minden, ami a korszerű rákgyógyítást szolgálja, de nem tudunk korlátlanul hozzáférni időben, mert sokat kell várni. Ezért ki kell harcolnunk, kapacitásokat növeljék. Az orvostudomány sokkal többre képes, mint amit az egészségügy vállalni tud, de nekünk, akik civilek, nekünk fel kell szólalni, hogy az orvostudomány eredményei minél szélesebb körben jussanak el hozzá. A rákkal való megküzdés alapja, hogy legyenek reális ismeretei mind az egyének, mind a közösségnek, mind a döntéshozóknak, mint a médiáknak a rákról. Én végtelenül boldog vagyok, hogy itt most 4 televízió tülekedett. Az utóbbi időben ez nem volt jellemzői. Hálásan köszönöm a munkatársaimnak, hogy ide csődítettük őket, majd nézzük este. Hír TV, Magyar TV, RTL Klub és még egy helyi TV, a helyvidék. Akkor a társadalomnak és konkrétan az államigazgatásnak legyen stratégiai célkitűzése is. Taktikai feladata a rák visszaszorítása, ez mit jelent? A kiépített ellátó hálózat és annak a szakma szabályai szerint mozogjon a rákbeteg. Tehát ne veszem el, ha már bekerült a rendszerbe, ne sokat dekkoljon oda olyan helyen, ahol nem tudnak rajta segíteni. Időben vigyük el. Az egyik az, hogy jöjjön, meg a betegen múlik, de ha már jön, akkor itt tőlünk függ, hogy időben kerül-e oda, hogy tudnak rajta segíteni. Bővíteni kell a kapacitásokat, és sajnos meg kell tartani a szakképzett munkaerőt.
Mert hiába van kapacitása, nincsen doktor, nincsen asszisztens a kapacitás mögött, akkor nem tudunk kihasználni mindent. Ez olyan társadalmi feladat, ahol még sok feladatunk van, tehát ennek a négy tévhitnek a negyediknek a minimalizálása az még nagyon sok tennivaló. Kíván részben tőlünk, részben a társadalomtól, a döntéshozóktól és a médiától is. Beteg szervezetek, mozgósítsák ne csak tagjaikat, hanem környezetüket is a szabályok elfogadására, betartására, a személyes részvételre a gyógyításban és a betegek segítésére. Mi ezért vagyunk, mi ezt remélem megtesszük. Összefoglalva az új névhitet program adva van, mozgósítani kell ezek eloszlatására, mert kár lenne a rákra. Előzzük meg, ismerjük fel, gyógyítsuk meg. Tudjunk többet róla, tegyünk többet ellene.